Szerda délután nem képviselők, hanem egyetemi hallgatók foglalták el a Városháza Krúdi termének székeit. A Nyíregyházi Önkormányzat Rászoruló Hallgatókért közalapítványa már évek óta támogat fiatalokat, hogy ennek segítségével folytathassák felsőfokú tanulmányaikat. A most sikeresen pályázók a kuratórium tagjaitól vehették át a számukra megítélt pénzösszeget. E fél évben meghirdetett pályázatainkra 27 pályázó adta be pályázati anyagát, ebből 26 pályázót tartott érdemesnek a kuratórium arra, hogy támogassuk, hiszen ők megfeleltek a pályázati feltételeknek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 26 pályázónak fogunk átadni ma pénzdíjakat. Nagyságrendileg 30 és 60 ezer forint közötti összegekről beszélhetünk. Ez összességében mintegy 1 millió 400 ezer forintnak megfelelő össztámogatása 26 hallgató vonatkozásában. Minden bizonnyal a vizsgaidőszak miatt nem tudtak mindannyian jelen lenni a támogatás átadásánál. Akik viszont ott voltak, személyigazolványok bemutatásával vehették át a borítékot. Ez a lány az ELTE-n tanul logopédia szakon, 5 másodjára segítették a pályázat keretében 40 ezer forinttal. Nagyon sok segítséget jelent, hiszen ezzel tudom finanszírozni az egyetemhez szükséges könyveimet, amik nagyon sokba kerülnek ezen a szakon. A fiatalok május 10-ig pályázhattak. Az 1996 óta működő kuratórium kiírásán több kritériumnak kellett megfelelniük. Jelen szemeszterben legalább 5 éve nyíregyházi lakójára rendelkezik a pályázó. Az egyfőre eső jövedelem korlát meg van határozva, ami alatt kell, hogy legyen a jelentkezőnek a családjában, illetve jó tanulónak kell lenni, tehát az azt jelenti, hogy befejezett fél évnek kell lenni, és legalább 3,5-ös, vagy a fölötti átlagnak kell rendelkeznie, és ehhez mérjük a támogatásnak az összegét, és legyen benne egy kis ösztönző jelleg is. És van egy olyan célunk is, miszerint szeretnénk jelezni a hallgatóknak, hogy Nyíregyháza számít rájuk, támogatja őket, és visszavárja. Az alpolgármester hozzátette, munka lehetőségek biztosításával is szeretnék elérni, hogy a fiatalok, ha egy időre el is mennek máshová, végül Nyíregyházán telepedjenek le. Az évente 2-szer megítélt támogatásra egyébként egyre kevesebben jelentkeznek, ezért Jászai Menyhér szerint a jövőben bővíthetik a lehetséges pályázók körét, például a jövedelem határ növelésével, vagy a középiskolások felé való nyitással.